parkoló autók sokasága jellemzi jelen pillanatban a Tamási Kossuth teret. A város képviselő testülete ezen a helyzeten szeretne változtatni annak a szempontnak a szem előtt tartásával, hogy parkoló és zöld felületet ne veszítsen a városnak ez a része. A tér tervázlatai elkészültek, ezt tanulmányozták át a legutóbbi testületi ülésen a képviselők, tudtuk meg a település polgármesterétől. A legfontosabb napirend talán a város központjának, a Kossuth térnek a felújítása, pontosan a tervezés elkezdődött, és az első tervázlatokat, tervkoncepciót egyeztette a tervezőkkel a pénzügyi és városfejlesztési bizottság, illetve a képviselőtestület. Elé is kerültek ezek a egyelőre még csak tervkoncepciók. A tervezőiroda munkatársai azt várták, hogy a különböző elkészített variációk közül melyik az, ami kiválaszt a bizottság, illetve a képviselőtestület, és amelyik nyomon a tervezés elindulhat a következő hetekben, hónapokban. A Kossuth tér rendkívül fontos a tamásiaknak, hisz a város történelmi főtere. Utoljára a 90-es évek végén került felújításra, legalábbis részben, akkor elkészült a Vürc iskola fele menő sétány, illetve a gesztenyés és sor alakult át részben parkolóvá. Most sokkal komplexebb felújításban gondolkodunk. Megváltozott a világ, megnőtt az autóforgalom. Ugye a Vürc iskola két régi tamási iskola egyesülésével jött létre, tehát jóval több gyerek vonul át naponta reggel és délutánonként ezen a téren, és egyébként is a városközpont környékén található hivatalok munkahelyek miatt megnövekedett ennek a térnek az autós és gyalogos forgalma, amit mindenképpen célszerű rendezni. Az átalakítást a gyalogos forgalom biztonságossá tétele mellett a városháza felújítása is indokolja, ugyanis a tervek szerint a polgármesteri hivatal homlokzata is változik majd az épület felújításakor. Az eddigi főbejáratot szeretnénk áthelyezni a Kossuth térre. Tehát a Kossuth térre fog nyílni, ez nyilván a térnek a szerkezetét is átalakítja. A térnek a 65-ös út Szabadság utca fele eső részén megszűnnének a parkolók. A gesztenyensor felelő részen nem, sőt új parkolók kerülnének ott kialakításra. Összességében parkolószámot és zöld felületet sem szeretnénk veszíteni, vagy csak minimálisan. Tehát mind a gesztenyensor, mind pedig a platánsor, amely városunk ékessége, az természetesen hiánytalanul megmarad, sőt a gesztenyensor alatti részen egy szélesebb sétányt is szeretnénk kialakítani a posta, illetve az evangélikus templom irányába. Egyfajta közösségi térhangulata is lesz a tér Szabadság utca felüli részének, ez a városház előtti épületrészre és a záróház előtti területre is igaz lesz, tehát egy picit a régi történelmi hangulatot, a polgári hangulatát szeretnénk visszahozni ennek a térnek, amellett, hogy mondjuk az Ebro áthelyezésével, a 65-ös úton található gyalogás kellő hely áthelyezésével a közlekedést is szeretnénk biztonságosabbá tenni. A testületi ülés alkalmával a képviselők átnézték a tervezőkkel közösen a terveket, és jelezték számukra a módosítási ötleteiket. Az alapvető itinereket megadtuk a tervezőknek, úgyhogy a végleges tervek fognak majd visszatérni a bizottságok és a testület elé. Ezen már akkor kevesebbet tudunk változtatni, de mi nyilván lehet. Nyilván szeretnénk a nyilvánosság előtt is ezt megfuttatni, nyilvánossá tenni, és az engedélyezési eljárást követően abban bízom, hogy az év végére, jövő év elejére engedélyes terveink, és remélhetőleg forrásaink is lesznek a Kossuth tér felújítására.